Sziasztok, Doggy vagyok. Néhányan talán láttátok a falusi szaporítós videómat, és azt is, hogy egy gólem spawnolt nagyjából a videó közepén. Amikor ezt megláttam, egyébként nagyon meglepődtem, mert velem ilyen eddig még nem nagyon történt, és kicsit utána néztem egyébként a gólemek spawnolásának, és rájöttem, hogy igazából ezeket a gólemeket ugye lehet farmolni, és annyira nem nehéz egyébként Survivalben egy ilyen vasfarmot létrehozni, úgyhogy gyorsan meg is néztem az interneten, hogy csináltak-e erre dizájnokat, illetve különféle ötleteket, és meglepődve tapasztaltam azt, hogy magyar nyelven egyáltalán nem volt ilyen videó, de még angolul se találtam olyan videót vasfarmról, ami Survivalben gondolkozott volna, legalábbis nem az első pár oldalon volt, lehet, hogy van ilyen, de én nem találtam. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy egy kicsit kipróbálom magamat, és próbálok építeni egy vasfarmot, mert szerintem alapból elég vicces is, és hasznos is nagyon. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy próbálok én is építeni egy ilyen vasfarmot, és megpróbálok valami újat alkotni. Igazából először is most a gólemek spawnolásáról fogok nektek elárulni egy-két információt. A gólemek, ezek a vasgólemek, ugye 1-től 5 darab vasdarabot dobnak, és 1 vagy 2 darab virágot dobnak, hogyha meghalnak. Elég nehéz egyébként őket megölni, de a láva ugye sebzi őket. Egyébként, hogyha zuhannak, akkor nincsen full damage-ük, tehát attól nem fognak meghalni, hogy zuhannak 30-40 blokkot. Úgyhogy olyan csapdát kell készíteni, amiben ugye láva által fognak meghalni ezek a gólemek. Ugye ezek a gólemek azért spawnolnak a falukban, hogy megvédjék a falusiakat, és mindig a falu közepén spawnolnak, ez lesz majd a csapdánknak a kulcsa. Minden 10. falusi után fog egy darab spawnolni, és hogyha az a gólem meghal, akkor a helyére új fog spawnolni. Minél több falusink van, annál több gólem spawnolhat, például 52 falusi esetén 5 gólem is lehet egyszerre a faluban. Ez azért is jó, mert kicsit felgyorsítja a gólemeknek a spawnolását, és ugye minél több gólem spawnolhat, annál effektívebb lesz ez a csapda, annál több vasat fog nekünk termelni rövid időn belül. Tehát minél több falusink van, annál hatékonyabb a csapda. És igazából nagyjából ennyit tudok elmondani hirtelen nektek a spawnolásról. Erről a középpontról majd még beszélni fogok, mert nekem egy napig nem működött a csapda, és egyszerűen nem tudtam rájönni, hogy miért. De majd erre külön kitérek, mert erre nagyon fontos lesz odafigyelni. Ugye, mint ahogy tudhatjuk, a Minecraft csak egy bizonyos távolságig kezeli a csánkokat, tehát hogyha messze van tőlünk a falu, és nem szeretnénk a házunkat átköltöztetni csak azért, hogy építsünk egy ilyen vas farmot, akkor el tudjuk költöztetni a falut. Illetve csak a falusiakat kell ugye elköltöztetnünk, akiket utána majd szaporítanunk kell. Hogyha egyébként nem tudjátok, hogy kell falusit szaporítani, akkor ajánlom, hogy nézzétek meg az előző videómat, mert ott elmagyarázom részletesen. És ugye ezt a falut kétféleképpen lehet elköltöztetni. Az egyik az, hogy egy hosszú minecart sínt építünk, elég messze a falutól, több mint 32 blokknyira, hogy ne vándoroljanak vissza a falusiaink. És ugye beleültetjük őket a minecartba, és elviszük őket jó messzire, ott építünk nekik egy kis mesterséges falut, és ők ott boldogan fognak élni. De ez elég költséges szerintem. Van ennek egy sokkal olcsóbb módja, az, hogyha építünk kis házakat, legalábbis mindig elég egy kis házat építeni. Itt építettem nektek egy ilyen kis házikót. Bőven elég ennyi, de egyébként még az is elég lenne, hogyha ezt itt kiütném mögötte. De én nagyon ajánlom nektek azt, hogy egy egész házat építsetek, mert ugye, hogyha beesteledik, a szörnyek, legalábbis a zombik előszeretettel támadják meg a falusiakat, és ugye azt senki sem szeretné, hogyha nagy nehezen átköltöztetett falusiainkból zombik válnának. Úgyhogy építettek egy ilyen kis házat, nagyjából 30 blokknyira a falutól, és utána visszamentek a Minecraft által legenerált faluba, és kiütitek a falunak az összes ajtóját, így este, amikor veszélyben érzik magukat a falusiak, a ti újonnan épített házatokba fognak átköltözni,
És ez lesz nekik az új falu, ez lesz nekik a falu középpontja. Hogyha még messzebb szeretnétek költözni, akkor egyszerűen csak ismételjetek meg ezt, építetek kb. 30 blokknyira egy ilyen kis házikót, kiütitek az ajtaját, és tovább vándorolnak a falusiak. Igazából a falu költöztetéséről ennyit tudok nektek elmondani. A lényeg, ahogy mondtam, hogy 32 blokknál ne legyen messzebb, de azért egy olyan 30 blokknyira nyugodtan elvihetitek, hogy ne legyen túl hosszas ez a folyamat, és ne kelljen túl sok ilyen kis mesterséges házat építeni. Szóval, a falu ott van, ahol a falusiak vannak. A falusiak csak biztonságos helyet érzékelnek falunak, tehát hogyha egy ilyen pusztára kirakjátok őket, akkor meg fognak halni, és csak azt fogják falunak érzékelni. És egyébként a gólemek is csak azt fogják falunak érzékelni, ahol a falusiak biztonságban vannak, és vannak házak. Az már mindegy, hogy ti építitek-e őket, vagy a Minecraft által legenerált faluról beszélünk. Én egyébként tovább építettem azt a házat, amit az előző videóban bemutattam. Jóval nagyobb lett, mint ahogy láthatjátok. És miközben építettem, észrevettem azt, hogy egyre több gólem kezdett el spawnolni itt a ház mellett. Nagyjából itt. És itt. Ott van most egyébként egy gólem. Valamiért egyébként a víz még nem tökéletes, sajnos ahhoz annyira nem értek, de csak akkor szokott megakadni, hogyha itt spawnolnak, tehát hogyha erre van valami ötletetek, akkor azt szívesen fogadnám, hogy miért akad meg. Úgyhogy ez az egyetlen egy hibája egyébként eddig a csapdámnak. Úgyhogy észrevettem azt, hogy ugye itt spawnolnak a háznak a két oldala mellett. Nyilván azért, mert egy gólemnek három magas hely kell ahhoz, hogy spawnoljon. Minimum. És ezek a kis házak két blokk magasak voltak, és mivel ez az egész nagy területet kezdték el érzékelni a falu középpontjának, ezért a ház nagyjából a háznak a közepét érzékelték a falunak a középpontjának, és ezért a háznak a két szélén kezdtek el spawnolni a gólemek. Ezért is építettem egyébként egy ilyen kockaházat, egy ilyen négyzetes házat, hogy ugye a házak körbeöleljék a falu központját, és így a csapdát könnyen el tudjuk helyezni, szépen is egyébként, tehát nem a házon belül kell elhelyeznünk, ami szerintem egy külön pozitívum. De egyébként senkinek sem mondom azt, hogy pont ugyanilyet építsen, mert én szeretnék látni különféle megvalósításokat rá. Mert nem az enyém a legszebb, tehát ez egy elég minimalista kis épület. Úgyhogy igen, szóval ez lesz nekünk itt a falunak a középpontja, itt fognak spawnolni a gólemek. Ami nagyon fontos, hogy a gólemek csak akkor spawnolnak vízbe, hogyha nincsen más lehetőségük erre. Tehát, hogyha akár kerítés, vagy bármi ott van a csapda körül, és az még gólem spawnolási zóna, akkor ők inkább a kerítésre fognak rászpawnolni, mert kerülik a vizet. Hogy miért is kerülik a vizet? Mert úgy viselkednek, mint a slime-ok, ha vízhez érnek. Tehát a vízhez érnek, egyszerűen nem tudnak mozogni, magatehetetlenekké válnak, és egyszerűen hagyják, hogy sodorja őket a víz. Úgyhogy fontos, hogyha esetleg nem tudjátok pontosan kimérni, hogy hol van a falunak a középpontja, inkább várjátok meg, amíg spawnol egy-két gólem, és jelöljétek be, hogy nagyjából ez egy mekkora terület, nagyjából egyébként ez egy chunknyi terület szokott lenni, tehát ez egy 16x16-os terület, és egyébként van egy mod, azt, hogyha leszeretnétek tölteni, akkor majd belinkelem, bár most nem tudom megmutatni, de belinkelem nektek, ott meg tudjátok nézni, hogy pontosan hol van a gólem spawnolási zóna, hány házatok van, hány falusitok van, és ezek a falusiak szaporodnak-e, vagy leálltak-e a szaporodással, mert ugye nincsen több lehetőségük a szaporodásra. Úgyhogy lényegében arra kell odafigyelnünk, hogy egy olyan falut tudjunk építeni, ami minél több falusit el tud nekünk tartani, minél több házat tartalmaz, és ugye, mivel minél több falusink van, annál nagyobb arra az esély, hogy minél több gólem spawnolhasson. Egyébként, amit mondtam, és közben nem is mondtam el még, az nagyon fontos, ugye, hogy a gólemeknek a spawnolása, mint ahogy mondtam, a falu középpontjához van kötve. Viszont a falu középpontját ők függőlegesen is érzékelik, tehát minél följebb emelitek ezeket a házakat, a gólemeknek a spawnolása az annál följebb tolódik blokkokban, ugye? Tehát, hogyha följebb emelitek a házakat, akkor a csapdát is följebb kell majd mindig emelni,
mert sajnos ezek a gólemek azt is érzékelik, hogy függőlegesen is változik a falunak a középpontja. Úgyhogy, mint ahogy láthatjátok, itt van a csapdám. Ez ugye a vízfolyásnak köszönhetően egy olyan 8-16 18x18-as lyuk. Ugye mindenhonnan víz folyik. Ide, amikor beesnek a gólemek ebbe a csapdába, itt leesnek. Itt van egy ilyen lávás csapda. És ugye ezek a gólemek, mivel három kocka magasak, ezért elég, hogyha csak a fejük kezd el égni, így hogyha meghalnak, akkor amit dobnak, az ugye beleesik itt a hopperekbe, és nem ég el a lávának köszönhetően. Egyébként a mappet letölthetitek, majd a leírásba rakok egy linket, ahonnan le tudjátok tölteni, és hogyha ezt a mappet akarjátok megnézni, akkor egyébként itt van egy ilyen kis tároló, itt le tudtok menni, ide gyűjti be az összes gólem maradványt a csapdánk, elég sokat termelt már egyébként, szerintem majdnem mindegyikben van egy steknyi vas, elég jó egyébként, tehát hogyha elmentek, mit tudom én, farmerkodni, vagy bármi más csinálni itt a közelben, akkor is termelődik a vasatok, anélkül, hogy el kelljen mennetek bányászni, és szerintem azért ez egy elég jó dolog, főleg azoknak, akik nem szeretnek bányászni. Úgyhogy amire mindenféleképpen figyeljetek oda, gyorsan még mondok egy ilyen kis összefoglalót. Legyen egy falutok, az mindegy, hogy hogyan csináljátok meg. Legyen sok házatok, sok ajtótok, a falu középpontját próbáljátok ellátni egy ilyen vizes csapdával, próbáljátok meg belőni pontosan, hol van a falunak a középpontja, és gyűjtsétek össze a sok vasat. Úgyhogy igazából ennyi lenne, remélem tetszett nektek ez a videó, remélem tudjátok majd használni, és remélem nem volt nagyon unalmas. Sajnálom, nem vagyok a legösszeszedettebb videós, elég kezdő is vagyok, úgyhogy talán elég sok hülyeséget is mondtam, de szeretnék nektek valami újat mutatni, és azt hiszem, ennek a YouTube a legjobb formája. Köszönöm szépen, sziasztok!